A jelenlegi számítások szerint minden kerületi állampolgár 33 ezer forintnyi adósságtól szabadul meg, miután a parlamentben döntöttek az önkormányzatok adósság átvállalásának egyes részleteiről. A kerületi adósság így talán elviselhető szintre csökkenhet, mondta el Ugi Attila polgármester, aki hozzátette, az adósság átvállalás három fél a kormány, az önkormányzatok és a bankok együttes megállapodásán alapszik, a bankokkal még folynak a tárgyalások. A kerületi önkormányzat önerőből az előző esztendőkben félmilliárdos nagyságrendben tudott adósságot visszafizetni a bank részére, most pedig az állam 3,3 milliárdos adósság átvállalásával azért elviselhető szintre csökken a kerületi önkormányzat adóssága. A parlament döntése azért is részleges, mert a segítség mértékéről véglegesen csak az év végén határoznak majd. Kérdés továbbá, hogy a kötvényekből eredő hosszú lejáratú adósságokból, vagy a rövid lejáratú hitelekből vállal át az állam. A kerületnek 8 milliárd forintnyi adóssága van. Ezen kívül a Városgazda 18. kerület non-profit ZRT-nek fél milliárd forintos örökölt adóssága van, és például a sportkastély több a több év múlva lejáró leasingdíja is növeli a terheket. Olyan nagy mértékű ennek az adósságnak a terhe rajtunk, hogy szinte minden más fejlesztésről elvonja az erőt, a forrásokat. Tehát több mint 500 millió forintot fizetünk évente csak azért, hogy fenntartsuk, Gyakorlatilag ezt a szintet, tehát hogy a kamatai tudjuk fizetni az adósságunknak. És hát most már elkezdődik a kötvényeknek a törlesztése, és ami további ilyen évi 150, 150 millió forinttal növeli a terhünket. Tehát ami óriási segítség az az, hogy ez körülbelül a felére tud csökkenni. A törvény a teljes adósság azt a részét veszi figyelembe, amivel az önkormányzat közvetlenül tartozik a pénzintézeteknek, vagyis a kerületben 8 milliárd forint 40 át konszolidálja. A döntés minden eleméről véglegesen december 31-éig kell határoznia a parlamenti képviselőknek.